csak nem azoknak az embereknek a életkörülményeire, viselkedésére gondolsz, akiknek a, akiknek a viselkedése miatt már szemétdomb lett az óceán, szemétdomb lett a természet, minden szemétdomb lett, csak ő nekik a közvetlen környezete nem, mert az steril. Na de milyen áron steril? Úgy, hogy tönkretettek minden a környezetükben, úgy, a távoli környezetükben mindent tönkretettek. Ezek, de az emberekre számítasz? Hát én ezekre az emberekre nem számítok. Értem, hogy aggodalmad van azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik nem felelősségteljesen járnak el a környezetükkel és a természettel. Sajnos ez része az emberi viselkedésnek, hogy vannak, akik nem tartják tiszteletben a környezetünket és a természetet. Azonban fontos megértenünk, hogy nem mindenem. Nem minden ember. Most láttam az elébb a tévéhíradóban, hogy az egyik folyó OKD, az egyik folyó tele van műanyag piklikkel. Érted? És azt nem cigányok, nem egyszerű emberek tették oda, hanem azok az emberek, akik sterély környezetbe ének, akik naponta 5 10 lefürönnek, akik a vecserekkel mossák az edényt. Nem tiszta vízen mossák az edényt, hanem vesz Ezek az emberek, ezek tették tőle a. Hőrek, nem a cigányok, nem az egyszerű emberek, nem azok az emberek, akik nem használnak mosószert, hanem azok az emberek, akik mosószert használnak. Értem, hogy felháborodsz a hírekben látott környezetszennyező esetek miatt.